Nagyszerűen szerepeltek a fiatal kanizsai asztali teniszezők a Győrben és a Celldömölkön tartott korosztályos ranglista versenyeken. A Kanizsa Sörgyár Ese ifjú tehetségéi egy hosszú sorozatot zártak le azzal, hogy dobogóra állhattak ilyen rangos megmérettetéseken. Győrött az első érmet az U11-es Mucárd Boglárka szerezte, aki harmadik lett, hasonlóan az U13-as Deák Reginához, valamint a Mucárd Anna és Kelevirág alkotta pároshoz. A celldömölki ezüstranglista versenyen a kanizsai játékosok mind a négy lány versenyszámban diadalmaskodni tudtak. Az U17-es egyéniben Orbán Flóra és Gvozdanovics Katarina házi döntőjéből utóbbi került ki győztesen, majd a párost együtt nyerték meg. A Mucárd Kele kettős harmadikként zárt. Orbán és Gvozdanovics duója az U19-es párosok között is legyőzhetetlen volt, itt egyéniben Orbán diadalmaskodott Mucárd Dóra és Kele Virág előtt. A kanizsaiak összesen 11 éremmel zárták a megmérettetést.